Egyébként szerintem egy párkapcsolatnak az eleje a legnehezebb, ezt gondolom. Ugye egy párkapcsolatban az első két hónap az tulajdonképpen csak arról szól, hogy eltitkolt, hogy szarni mész. Akkor egy három napja vagy ott nála, három napja nem voltál WC-n, ülsz a nekem nem is kell szarni fejjel. És akkor van ez a szánalmas próbálkozás, hogy elmegyek pisilni. Jaj, pisilni, és megyek utánad. Jaj, bejössz utánam. Akkor mindegy. Jó alkalom lehet akkor elintézni, amíg barátnőt zuhanyzik. Ez viszont csak akkor működik, hogyha a WC és a zuhanyzó nem egy helységben van. Tehát egyébként kellemetlen beülni egy újságra. És ha nagyon nem bírod, akkor kell elvinni barátnődet étterembe, mert ott nyugodtan el tudsz menni WC-re. És egy kapcsolatban általában lányok ilyen egy év után kezdenek el reklamálni, hogy most már nem is megyünk sehova. Hát, most már minek? Tehát vagyunk már olyan viszonyban, hogy ez ne kelljen étterembe elmenni. Szerintem? És ennek ellenére az emberek ezt az első két hónapot szokták úgy emlegetni, ilyen mámoros időszak, meg lilaköd, de szerintem ez csak ilyen szaráshiányos halucináció, tehát barna köd maximum, én így hívom. És hát barátunk, már túl vagyunk ezen a randi perióduson. Ami így hiányzik belőle, az, hogy amíg csak randiztunk és mentünk valahova, akkor a helyszínen találkoztunk. Hogy én nem láttam azt a másfél órát, ami elvezetett odáig, hogy ő kitegye a lábát az ajtón. Tehát ez öltözködés, sminkelés és három ideg összeroppanás, amit a lányok divatosan úgy hívnak, hogy készülődés, mert most már én sem része vagyok. Tehát amikor oda jön, hogy én nem megyek, én ronda vagyok. És akkor az én feladatom, hogy meggyőzzem, hogy nem az. Mert nem egyszerű a találkozóra, hogy barátnőd miért nem jött? Mert ronda. Így nem mertem elhozni, tehát ott hagytam, behúztam a függőjéket, ne lássa senki. És nem csak ez egy van, ugye másfél óra alatt folyamatosan tesztel. Jönnek ezek a kérdések, hogy csúnya vagyok? Nem. Kövér vagyok? Nem. Jól nézek ki? Nem. Most igen, faszom! És olyan stresszbe indulsz már el. És nem tudom sietetni, mert a szólok neki, hogy induljunk már, akkor lecsesz, hogy ne sietess, tudod, nem tudok kapkodva készülődni. Hát milyen rohadt jó, hogy nem lett tűzoltó. Nem, hogy már rég leégett a ház, meg ott válogat, hogy hát ez a tömlő nem megy az overállomhoz, hát így nem tudom eloltani a tüzet. És körülbelül olyan egy éve vagyunk együtt barátnőmmel, és már egy megfigyelésem így van a nőkkel, lányokkal kapcsolatban, ez egy megfigyelésem van, hogy a nők szótárában a kurva az nem egy olyan nőt jelent, aki pénzért szexel férfiakkal, hanem az csak egy másik nő. Ebben benne vannak a barátnői is. Főleg a barátnői egyébként, lehet, hogy ezt még egy második megfigyelésnek ide szúrom. És hát ugye a kapcsolatban én lennék a férfi egyébként, elméletileg. De hát én nem vagyok ez a férfias. Én ilyen férfias dolgokban nem vagyok jó. Tehát én nem tudok otthon megjavítani dolgokat, nem értek az ilyen műszaki dolgokhoz. Ülve pisilek. Muszáj. Tehát magas vagyok és rövid látó. Tehát én nem fogok minden egyes alkalommal felmosni. Szóval hiába nem férfias. És hát erre már barátnőm is rájött, hogy nem vagyok az a férfias típus. Mondjuk kellett neki kis idő, tehát így a kapcsolatunk eljön, amikor este mentünk haza, akkor így mondta, hogy azért jó, hogy itt vagy, mert ha valaki megtámad, akkor meg tudsz védeni. Hát mondom, abban sem biztos, hogy megpróbálnám. Tehát megtámadnak, szerintem számít, hogy egyedül vagy. Szóval nem úgy megvédeném barátnőmet, tudom, mert múltkor azt álmodtam, hogy egy csávó beszólt barátnőmnek, és álmomban kiütöttem a csávót,
A valóságban viszont homlokon csaptam barátnőmet, mert ott aludt mellettem, és még ő volt felháborodott, hogy mi van? Hát mondom, szívesen. Örül, hogy ennyi megúsztat, csávót látna az álmomban. Úgyhogy... Meg azért is megvédeném barátnőmet, mert ez diktálja a férfi etiket. Vannak ilyen férfiakra vonatkozó szabályok, ebből az ilyen, vagy ilyen illem szabályok, ebből a kedvencem, hogyha kocsmába mentek barátnőddel, akkor ugye férfiként neked kell előre menni, mert ha bent verekedés van, és éppen az ajtó felé repül egy üveg, akkor az téged találjon el, hogy ez tényleg egy ennyire gyakran előforduló jelenség, hogy erre kell egy szabály, hogy egyébként az nem lenne, a nők ilyen szilánkos arccal ülnének, hogy ki kell találnunk valamit, és hát én a kocsmában mindig előre engedem egyébként a barátnőmet, egyrészt már nem hiszem, hogy bármi ilyesmi történne, másrészt mi van, ha mégis. Tehát ő nem is tud erről, én legalább számítok rá. Így vagyok vele. És hát barátnőm is, barátnőm ilyen félős. Egyébként mindig, amikor este egyedül jön haza, szoktam mondani, hogy fél attól, hogy valaki megerőszakolja. Ami azért elég nagyképű, szerintem. Tehát velem mindenki le akar feküdni. Jó van. Tehát én nem félek ettől egyébként. És... hát annyira fél tőle, hogy vett egy ilyen gásprét, amit a táskájában tart. Abban a táskában, amiben a kulcsát, amit minden nap használ, 10 perc megkeresni. Nappal. Nem, hogy a gásprét éjszaka, tehát nem tudom, mi történik, valaki megtámadna, hogy beugranak egy sikátorba este, hogy pillanat. Jaj, úgy izgulok, ez az első megerőszakolásom. Figyelj, hogy a rúzsomat belekerem a szembe, az nem jó. Tehát, hogy...